Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, és most joggal mondhatom, hogy jó reggelt, mert ma különleges nap van, és 9 órakor kezdtük el adásunkat, tehát még ez reggelnek számít. Önök az Oltalom Rádiót hallgatják, a Másként Gondolkodók Rádióját, én pedig Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm ma reggeli első vendégünket, dr. Bot Péter Ákost, akinek a félműsoridő menne rá, ha felsorolnám minden eddigi beosztását és eddigi rangját, de maradjunk abban, hogy professzor úr, hiszen most éppen ez az aktuális státusz. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, most már nem is először. És az első kérdés, miután ezt az évet a hazaszeretet évének nyilvánítottuk, önkényesen, természetesen, hiszen nincs erre semmiféle előírás, az első kérdésem az, hogy neked személy szerint mit jelent a hazaszeretet? Hogy éled meg ebben a teljesen összekuszált világban, ahol ebből politikai tőkét kovácsolnak, és kezdi elveszni az eredeti nemes értelmét? Köszönöm szépen a meghívást. Megint örömmel vagyok itt, a indulásnál is itt voltam, és azóta hallom, hogy sokat terjedt, fejlődött a dolog. A hazaszeretet nekem feladat. A szeretet általában feladat, hiszen könnyű róla beszélni, de nem könnyű gyakorolni akár a családban, akár a kisebb közösségben és nemzeti közösségben. Feladat, tehát olyas valami, amiről nem zászlólengető napokon szólunk, és főleg nem kifele menő dolog, nem valakikkel szemben, nem külföldön szeretek ezen gondolkozni, hanem amikor átmegyek egy lerobbant utcán egy fáradt beteg ember mellett, és feladat. Tanárnak különösen feladat. Apának is feladat. És ha közszereplő vagy, akkor aztán pláne nagy feladat, mert már a fél mondatodban benne volt, hogy ez egy zászló, amit előkapnak, lengetnek, aztán visszateszik, és elfelejtkeznek arról, hogy ez feladat. Főleg minél magasabban van valaki, annál nagyobb feladat. Aki meg lent van, akkor meg azért feladat, mert neki úgy kell megélni a maga magyarságát, hogy úgy érezheti, hogy nem kapott annyit, mint amennyit ő beletett. Egyébként minden kapcsolatban ez felmerül. Szeret-e minket a hazaszeret, tudjuk-e mi a hazát szeretni? Hát nagyon köszönöm, és ez nagyon érdekes volt, hogy szóval ilyenkor borzong a hátam az örömtől, amikor ilyen mondatokat és ilyen gondolatokat hallok, hogy a hazaszeretet az tulajdonképpen feladat, mert ez tényleg így van, csak az embernek önmagától nem biztos, hogy eszébe jut. Hát köszönjük, hogy erre rávezettél. A következő kérdés pedig az, hogy mint felelős értelmiségi, felelős magyar állampolgár, hogy érzed magad így a 21. század első harmadába, a Kárpát-medencébe, annak is a kellős közepén Budapesten tanítasz, előadásokat tartasz, tanulmányokat készítesz. Hogy érzed magad? A cikkeim sorozatát ontom magamból, de ez némileg munkaterápia. Van, aki, ha nehéz időszak van, iszik, van, aki és magát pusztítja, van, aki a másikat pusztítja, hazamegy és belerúg a kutyájába, vagy végigveri a családot, és ha frusztrációt érzek, akkor cikket írok. Ezzel kiírom magamat, úgyhogy köszönöm szépen, most egy fokkal jobban érzem magam, mert megint letettem valamit tegnap előtt, és amilyen a világ, most már meg is jelent, elolvasható. De nem ezt akarom reklámozni, inkább csak ezzel kifejezem azt, hogy hát hogyan érzi magát, most ugye rád nézek valaki, aki 30 évvel ezelőtt, akkor sokkal fiatalabbak voltunk, több volt a hajunk, több volt a lelkesedésünk, illúziónk, talán a tudásunk kevesebb volt, és azt látjuk, hogy eltelt 30 év, tehát egy emberöltő, azt feltételezhettük volna, hogy addigra Magyarország, ugye közgazdász mondja belőlem fejlett, de hát mondhatnád, hogy boldog, mondhatnád, hogy prosperáló ország lesz, és hát látjuk, amit látunk. És amit látunk, az roppant vegyes. Most én vegyes szót használtam, amiben benne van, hogy persze nagyon sok mindennek tudok örülni,
és látom a fejlődést is, de hát azt is látom, hogy itt elszalasztott lehetőségek vannak, és a horizonton pedig óriási gondok és félelmek. Hát itt a rádió híreibe belehallgatva is, hogy ki gondolta volna, hogy 30 évvel ezelőtt azon kell szoronganunk, hogy az a közösség, amelynek részévé váltunk, az európai nemzetek közössége, az Európai Unió, amit nem így hívták, hogy azzal súlyos és nagyon nehezen feloldható gondjai vannak a hivatalban levő kormányzatnak. Hát ezt nem gondoltuk volna. Mi azt gondoltuk, hogy mi azért megyünk oda, mert az ő értékeik, meg az ő törekvéseik azok a miénkkel egybevágnak, és végre itt tudjuk hagyni ezt a köztes állapotot, ezt a 30 évvel ezelőtti, hogy nem kelet, persze, hogy nem kelet, de hát nem nyugat, mert hát nézzünk körbe. És akkor most megint ide sétáltam, megint úgy éreztem, hogy hát ott vagyunk, ahol vagyunk. De jó lenne megint egy levegőt venni, és azt mondani, hogy jövünk Európa, és mindenkit hozunk, ugye ez a, még most visszautalok, 30 évvel ezelőtt, 31 évvel, 32 évvel ezelőtti időszakokra, hogy Európába, de mindannyian. Hát ugye ez egy feladat, megint a feladat. Visszakezdünk, hogy hát ez a feladat, hogyha az a szeretet van, nem az, hogy az elit 1% eljut Európába, az addig is eljutott. Mondjuk. Valamilyen formában. Hanem, hogy mindannyian. No, hosszú válasz, mert a kérdés bonyolult. Hát hogy érzi magát az ember 23-ban, amikor azon kell rettegni, hogy nehogy kisodródjon az ország egy közösségből, és belehújjon a vákuumba. Nem a semmibe, mert az nincsen, hanem a politikai vákuumba, ami azt jelenti, ami sok minden rosszat jelent, de ezt most nem is mondom, mert nem akarom itt kora reggel a minket hallgatókat, akik majd megnézik később, nyugodtabb körülmények között, vagy mi folytatjuk a beszélgetést valahol, hogy ebbe borzasztó, bonyolult helyzetbe, hogy érezheti magát valaki, aki volt döntéshozó, és ezért latolgatja az opciókat, és felmerülnek benne nagyon fájó, kellemetlen és riasztó útválasztások is. A kérdésemet az motiválta, hogy azért nem úgy látszol, mint aki elveszítette volna a reményt. Tehát nem olyan ember vagy, aki föladja, és aki azt mondja, hogy na kész, akkor itt befejeztük, hanem azért ez egy javítható állapot. Én nem mondom, hogy egyszerű lesz ennek a helyzetnek a kijavítása, de nyilván a magyar felelős magyar értelmiség fejébe körvonalazódnak a megoldási lehetőségek, hogy lehet ebből a nehéz helyzetből kitörni. Most egy kicsit billegeted a fejed, hogy nem biztos... Két dolgot mondtál. Egyik az, hogy van az emberben optimizmus, és a másik az, hogy tudja, hogy mit kell csinálni. És az elsőre azt mondom, hogy igen, a másodikról nem tudok még egyelőre igent mondani. Ez az optimizmus, ez nem is alkatja, hanem inkább talán az, mondjuk egy konzervatív életfelfogásból adódik, mert ugye most a konzervatív az egy furcsa szó, de inkább azt mondanám, hogy abból az életfelfogásból, hogy sosem romlik el minden örökre, ezért mindig dolgozni kell azon, hogy jobb legyen, és viszont sosem javul meg minden örökre, az ember gyarló, az intézmények néha elkezdenek romlani, minden, ami rend, az egyszer csak egy kicsit elkezd szétesni, és hát ezért kell folyamatosan azon dolgozni, hogy előbbre menjünk, mert magától nem megy. Viszont, tehát nincs bennem az, ami hát te még emlékszel erről, megforgatjuk majd a világot meg. Ez a harc lesz a végső összefogni, hát most nem fogok dalra fakadni itt a rádióban, az internacionális, hogy majd egyszer... Rendszerváltás előtti jelszavak is. Igen, majd egyszer, ez a kommunizmus, ez a nirvána, hogy egyszer majd eljutunk oda, és akkor megszűnik az osztály ellentét, marxizmus-leninizmus szakosító ilyesmi. De nem ez, hanem hát dolgozni kell a dolgokon, és reménykedni kell abban, hogy a dolgok helyrehozhatók. Viszont a második fel az azért bonyolultabb, mert ugye most 23-ban vagyunk, és a rám vonatkozó ügyekben mindenfajta félelmeim is vannak. Tehát a magyar gazdasági szerkezettel súlyos gondokat látok. A magyar
társadalmi szerkezettel nagyon nagy bajokat látok. Ami versenyképességhez, talponmaradáshoz kell, az a jó képzés, a jó egészségügyi rendszer, a tiszta levegő, környezet és a nyugodt életviszonyok, kiszámítható, tervezhető, ahol lehet félretenni, akkumulálni, gyűjteni, erősödni. Hát most futtasd végig a fejeden, hogy pont ezek a problémája a magyar társadalomnak most. Tehát, hogy nem a GDP, meg ilyesmi, hanem az, hogy az iskolarendszerből, és megint nem a 1%-ot mondom, nem a tetejét, hanem az ország egészét, hogy aki ide születik, és nem csak ide, ahol most beszélgettünk, bár ez a kerület is elég nehéz sorsú, hanem hát 20 kilométerre az autópályától milyen esélyei lesznek ahhoz, hogy megszerez azt a tudást, amivel majd a 21. század harmadik, negyedik, ötödik évtizedében boldog, sikeres ember lesz. Hát ugye két kérdőjelek vannak. Na, tehát a válaszokat nem tudom, de azt látod, valóban is örülök, hogyha ez látszik, hogy az ember nem teszi fel a kezét. Mondhatnánk, hogy hát én 51-ben születtem, kérem szépen, ezt oldja meg más. Hát persze oldja meg más, de mi, akik sokat tanultunk, nyilván hibáztunk, de remélem tanultunk a hibáinkból, és a következő generáció is fog hibázni, de remélem, hogy tanulnak a saját hibáikból, de tanulhatnak akár, ha hallgatnak az idősebbekre, mint hogy én nem mindig hallgattam az idősebbekre, akkor tőlünk is. Tehát az ember ilyen értelemben optimista. Aki tanár, hozzáteszem, az alapállásból optimista, hát fiatalokkal van körülvéve, bennük van kíváncsiság, és ha nekem van mondani valóm, akkor jó órákat töltünk el. Már hétfőn is tanítottam, és a következő szemeszter, és lényegében elindulgat, nem fogok unatkozni. Hát először is köszönöm azt a nyers őszinteséget, hogy sajnos abban nem vagyok biztos, hogy tudom, hogy mi a megoldás. Én szerintem tudod, miután sokat vagy fiatalok között, és hát értelmiségi körökben, van-e most generációs ellentét? Tehát van-e olyan, érződik-e, kézzelfogható-e, hogy a te generációdat, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek, és hát nem vagy egyedül, hát sokan vagytok, hát ez egy elég széles kör, hogy a ti intencióitokat, javaslataitokat, indítványaitokat mennyire fogadják meg a fiatalok, kíváncsiak-e rá? Vagy pedig, ahogy a fiatalok szokták, mennek a maguk útján, és ha kell, akár törnek, zúznak, és nem biztos, hogy jó lesz a végeredmény. Generációs ellentétet úgy nem érzek, hogy én marha mit keres itt. Tehát, hogy ez az ellentét, persze a hasadásokat, különbözőségeket, hogy ne. Hát ez az a generáció, én ugye nem idealizálom. Van egy felfogás, hogy az új generáció mindig jó, mint a régi. Ez túlzás. És van egy pontosan másik felfogás, hogy állandóan süllyednek a generációk, bezzeg a mi időnkben, bezzeg, ugye. Egyik sem igaz, hanem hát, hogy mások. Na most nyomogatják a telefont a pad alatt, és ennek nem örülök. Mert nem tudnak figyelni, nem tudnak koncentrálni. Hát másfelől meg ugye rengeteg helyre kidugják az antennájukat, és begyűjtenek sok mindent, és hát talán egy idő múlva az leülepszik. És ebbe tudunk mi segíteni. Tehát az idősebbek abban igazából mi egy kis logikát visznek abba a konfúz dologba, ami áramlik. Hát most gondolj meg, hogy kinyitod a, nem tudom, Facebookot, vagy a Twittert, vagy dől be egy halom dolog, és ilyen meg olyan, na most itt nem könnyű eligazodni. Én például még azt is el szoktam mondani, hogy lehet, hogy fölösleges, de sose fölösleges, hogy könyvet is tessék olvasni, ne csak a novellát. És novellát is tessék olvasni, ne csak egy Twittert a maga, nem tudom, 400 karakterével, mert hogy egészen más világba lép be az ember, hogyha egy komplex történetet, fejlődést elolvasa. 400 oldal, 600 oldal, Thomas Mann, egyszer próbálj, jó. Mondhatom, mert a metró nem szoktam látni könyvolvasó embert, de azért reménykedem. Na, ez csak egy példa arra, hogy hát vannak generációs különbségek, vannak könyvolvasók, aztán vannak, akik egy operát meghallgatnak, van, akinek már csak a 3 perces
időtartamra van memóriája, vagy figyelmi képes, valami a TikTok generáció. Úgyhogy ez nagyon nagy különbség, de abban szerencsére nem látok gondot, hogy ne figyelnének, tehát nem jutna el. Még olyan furcsa módon is, hogy a régi tázdal énekeseknek is visszajön néha a keletje, amit hallottam, vagy a korda jelenség. Tehát sok a társadalom bonyolult, hál' Istennek is, és ilyen nincsen. A generációt, ha említetted, azért én látok egy nagy különbséget, és ez talán örömteli is. Az egyetemistáim meglehetősen passzívan nézik a világot. Megértették ezt a magyar világot, és azt mondták, hogy hát, a fene se tudja, de elképzelhető, hogy itt akarom leélni az életemet. Na most, ugye kezdtük az a szeretettel, hát az embernek azért apaként is, meg tanárként is összeszorul a szíve, hogy hát kinek fogunk akkor tanítani. Na most a gimnazistáknál, akik kiálltak a szüleikkel együtt, vagy a tanáraikkal együtt a körútra, és én is ott álltam közöttük, és hát keményen beszóltak a hatalomnak, abban remény van. Hát az a remény, hogy érdemes szólni, és érdemes itt az asztalt venni, mert mi itt akarunk boldogulni. Hát, ha látod, ez egy remény, és aki minket hallgat, arra kérem, hogy ne gondolja azt, hogy mit ugrálsz gyerekek, mert nem tudják. Hát persze nem tudják, meg persze mit ugrálszok. Hát mikor legyenek mit ugrálszok, hogyha nem tizenévesen, de történetesen most megérezték azt, hogy ez egy fontos ügy, és ki kell állni az érdekeikért. És amíg kiállunk, addig van remény. Azzal kezdtük, ugye, hogy remény, meg cselekvés, meg eredmény. Hát van remény. Hát ez a legfontosabb, hogy ez legyen, mert a magyar társadalom legnagyobb problémája és a legnagyobb csapás, hogy a tömegek reményvesztettek, a tanultehetetlenség állapotában vannak, motiválatlanok, nincs motiváció. A politikának az én felfogásom szerint az alapvető feladata lenne, hogy az állampolgárokat motiválja, hogy jó itt élni, itt minden lehetőség adott, és mindent elérhetsz, ha van benned szorgalom, kitartás és akarat. No, akkor egy kicsit közgazdaságtanról, ha szabad. Jó, én abszolút laikusként a következő az én kérdésem. Annak idején, amikor miniszter voltál, meg jegybank elnök voltál, a közgazdaságtannak különféle iskolái vannak, és ezek nem mindig egy csinen futnak, vagy egy pályán futnak. A mostani helyzet megoldására vannak-e a különféle iskoláknak különféle, vagy eltérő, vagy nagyon eltérő megoldásai, vagy pedig azért egységes a normális közgazdász társadalom abban, hogy miket kéne tenni, hát példaként és mintaként ott vannak a jól működő nyugat-európai demokráciák és gazdaságok. Valóban különböző iskolák vannak, és a kérdés azért is nagyon jó, mert hát én a Marx Károly közgazdaságtudományi egyetemre jártam, tehát lehet mondani, hogy marxista nevelésben részesültem, de ez akkor sem volt egészen igaz, mert azt is tanultunk, meg tanultunk mást is, és az ember, ha bement a könyvtárba, akkor még ez a Kádár rendszerben is ez rendben volt, hogy a könyvtárba le lehetett akasztani, azért le lehetett venni a polcról, amit akartál. De ezek a iskolák, irányzatok, ezeket azért annyira komolyan nem kell venni. Most olyan hasonlatot hozok, amilyen futbóliában, amiben ilyen élünk most, a Magyar Köztársaság helyett most ez lett az államvallás. A 4-2-4-es fölállást emlékszel rá? Hogyne. Hát az is egy irányzat volt. Aztán akkor jött, meg az 5-2-3, az 5-2-3, volt az első. 5-2-3, aztán a Catenaccio. Na most, ugye ezek izmusok, tehát, hogy marxizmus, akkor keynesianizmus, akkor monetarizmus, tehát, hogy valaki beleássa magát, és kimutatja, hogy ennek a felállásnak milyen előnyei vannak. Aztán kimész a pályára, és a labda elkezd pattogni, és a másik fél az nem azt játsza. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó közgazdász akkor jó, hogyha megtanulta böcsületesen ezeket az izmusokat iskolában, ezeket a keynesianizmus, hogy mit mondott Keynes, mit mondott még Marx is, hát persze mindenkitől rengeteget lehet tanulni, és csinálja a legjobb tudása szerint, de azért a gravitáció az egy. Tehát a labda azért, hogyha elengedik, az lefele fog esni. Tehát azt a közgazdász fajtát, azt messziről igyekszem elkerülni, sajnos vannak magas polcon is ilyenek,
akik szerint 2 + 2 az politikai akarat kérdése. Hát nem. Az valószínűleg 4 körül kell, hogy kijöjjön. Ha 4 is felett mond, még néha elfogadom, de ha azt mondja, hogy az 7, mert így döntött a központi bizottság, vagy a várban valaki ezt kigondolta, az nem jó. Tehát a szakma alapjait tisztelni kell, az izmusokat ismerni kell, és a helyzetnek megfelelően legjobb tudása szerint kell dönteni, ha döntési helyzetben vagy. Most egy cégvezető is így csinálja, hát ő járatott ilyen iskolába, MBA-t tanult, de hát amikor bemegy, akkor el kell dönteni azt, hogy a gyorsan változó világban melyik az a hír, amire reagál, melyik, ami zaj, majd elmúlik, és mit fog mondani a vezető munkatársának, amikor mondjuk a kereslet a felére esik. Na, meg kell oldania. Az iskolákkal kapcsolatban van-e különbözőség abban, hogy a közgazdasági, a gazdaságossági, a profitorientált szempontok, vagy a társadalmi igazságosság érvényesülése az elsődleges, vagy ennek meg kell találni valami olyan harmonikus együttlétét, vagy együtthatását, aminek nem csak egyéni, hanem társadalmi haszna is van? Itt az a kérdés, hogy valaki szakbarbár-e, és akkor őt nem érdeklik ezek. Tehát nem érdekli, amit mondtál, a másik fele, vagy a társadalmat, hogy nem, vagy a feladat, és hogyan lehet a legolcsóbban azt a terméket kihozni. De hát mi mind a ketten voltunk a közéletben, és az sokat segít, hogy az ember jobb szakember legyen. Mert egyébként, ha szakmabeliekkel beszél, akkor az a vonatkozás például, hogy a gazdasági fejlődésnek az eredményei hogyan oszlanak meg. Tud róla, de nem üvölt bele a fülébe. De ha politikába bemész, és te képviselő voltál, tudod, hogy kik járnak a fogadórára. Hát nem a legsikeresebbek. Azok, köszönjük szépen, azok valahol elvannak. Hát talán éppen vitorláznak valahol, és hanem akikkel probléma van. És én is, mikor ipari miniszter voltam, hát csupa kellemetlen ügyel foglalkoztam. Én nem voltam sokáig, mondom a minket hallgatóknak, hogy hát te felemlegetted a múltamat, hát igazából ez sokkal egy simább múlt. Tanárember kutató voltam, aztán tanárember kutató vagyok, közte voltam 16 hónapig, ameddig voltam ipari miniszter. Hát azért az egy olyan, mint a texasi vadló nücsörgés, hogy nem tart nagyon sokáig, és az is nagyon mozgékony dolog. Aztán elmentem a Nemzeti Bankba, az elvileg 6 éves állás, de hát a politika egyebek miatt 3 évet töltöttem el. Tehát igazából döntéshozóként annyit nem, mint a döntést elszenvedőként, vagy döntés magyarázóként most inkább, meg hát persze elszenvedőként, mint állampolgár. No, szóval ezért mondom, hogy szerintem jobb szakember lettem, bár 1-2 év kimaradt a cikkek olvasásából, de szembe találkoztam azzal a kérdéssorral, amit te föltettél, hogy hát mi ennek a következménye, a társadalmi következménye, hogy mire megy, mire jó az egész, miért kell növekedni, kell-e növekedni, ha kell növekedni, kihez jusson el annak a gyümölcse, és számít-e az, hogy kihez jut, hát persze, hogy számít. Na, úgyhogy rossz közgazdásznak tartom azt, akit ez nem érint meg. Vagy rossz mérnöknek, aki úgy tervez meg egy házat, hogy nem érdekli, hogy az illeszkedik a környezetébe, hogy az ott lakó örülni fog. Hogy fogja neki érezni magát. Igen, benne. Hát az nem jó mérnök, az rossz helyre ment. Akkor vagy nézzen ezzel szembe, és kezdjen egy új életet. Tehát ezek nagyon jogos kérdések, és az őszinte válasz ezekre megint az, hogy erre nincs képlet. Hát azért ezt már ókori görögök óta tudjuk, én éppen tankönyv írás miatt ilyenkor megnézem a klasszikusokat, már a görögök megírták, hogy például ugye, hogy a pénz hajszolása az embertől idegen, mert aránytalanná teszi az életét, miközben a görögöknek a felfogása, hogy arány, az ember legyen arányos az élete. A pénz meg aránytalan, nincs vége, nincs határa. Tehát valaki beleszeret a pénzbe, az egy betegség.
közgazdász akkor jó, ha nem ezt űzi, hanem a köz. Ugye, köz, benne van a szó, ugye, a köznek a gazdaságával foglalkozik. Abba pedig bőven beletartozik az, hogy a környezeti hatást, a társadalmi hatást, a hosszú lejáratú hatásokat, az mindig legalább tudni kell róluk. Egy nagyon fontos dolgot mondtál, a fejlődést, és hát van is egy ilyen politikai, közgazdasági fogalom, hogy a fenntartható fejlődés. Bizottságok is alakultak a parlamentbe is. Én speciál ellene szavaztam, tehát én ezt olyan műdolognak gondoltam. Abból kiindulva, hogyha egy homokpiramis elindulsz fölfelé, és középtájt megállsz, ott se álltál meg. Ott is neked egyfolytában taposni kell, hogy ne gyere vissza. Tehát ez a túlhajszolt fejlődési mánia, ami egyfelől a nyersanyagok teljesen fölösleges túlzott felhasználását, az energia túlzott felhasználását eredményezi, ahelyett, hogy azt becsülnénk meg, ami megvan. A fogyasztói társadalom az nagyon rájátszik erre. Tehát itt kéne a közgazdászokba, legalábbis a döntéshozókba, hogy előjön az a társadalmi felelősség, hogy mi értelme van ennek? Itt a generációk, akkor beszéltünk az előbb, és itt van egy generációs, vagy generációk közötti különbség, hiszen az 50-es években, amikor véget ért az a szörnyű világháború, teljesen természetes volt, hogy növekedni kell. Az egy jó dolog. Hát persze, hogy növekedni kell, hát elpusztult épületek, házak, szegénység volt, jegyrendszer, hát az én időmben még a tejjegy, ez nem tudom neked, hát mondta valamit, mert azért van, én azt hiszem, egy-két évvel idősebb vagyok. Nem, én vagyok az idősebb. Igen, te vagy idősebb. Na hát akkor a minket hallgatók azok, mint fiatalok. Még a szénszünetre is emlékszem. Szénszünet. Tehát, hogy kell-e több szén, kell-e több tej, kell-e több fogyasztás? Igen, persze. Úgyhogy ez a korosztály, ez így nőtt fel, és nyugaton is. Hát akkor volt a Wirtschaftswunder Németországban, vagy a francia 30 gyönyörűséges év. Ez így, ugye, van egy francia megfogalmazás ennek, vagy az olasz gazdasági csoda, az osztrák gazdasági csoda. Na, ez társult még a technológiai optimizmus, hogy ma jön a technológia, és megoldja, hogy tovább élünk, egészségesebben élünk, a technológiai forradalom, akkor nem műszaki, azt inkább úgy mondjuk, műszaki haladás, ugye az a technológiai szó inkább később jött. Na most ez a generáció így nőtt fel, és folyamatosan jelentek meg azok a melléktünetek, amelyekre van, aki érzékeny, van, aki nem. Most azt mondtad, hogy ebben van egy fajta ilyen kimódoltság ebben a fenntarthatóságban. Hát ezt is túlzásba lehet vinni. És valaki elfeledkezhet arról, mondta a jó módjában, mondhatnám én, hogy vannak, akinek tényleg hiányai vannak, tehát többet kell termelni. De, és akkor most mondom én, hogy ez azért kiderült egyre nyilvánvalóban, hogy ez a növekedési kultúra, amit persze fűtenek, hát hogy ne fűt, hát aki el akar adni, az föl fog bérelni majd egy jó svádájú PR-est, rádióst, reklámokat fog nyomtatni, kettőt fizet, hármat kap, tehát a fogyasztási mániát fűti az, aki el akar adni, és hát vannak, akik pedig egyéb értékek hiány, hát akkor beleszeretnek abba, hogy többet fogyasztanak. Ez szerencsére engem ez elkerült, a gyengeségeim között az nincsen, hogy beszabadulnék egy áruházba, és ha egyink kell, akkor veszek négyet. Én inkább úgy vásárolok, a feleségem mindig le is szúr, hogy hát az első, ami többé-kevésbé jó, megveszem, és akkor kiderül, hogy lett volna még ott 3%-kal olcsó, vagy mit tudom én. De azt tudom, hogy egész generációk, ugye pláza generáció, és a fiatal között is van ilyen, tehát én nem akarom őket idealizálni. De beleszaladtunk valóban a korlátokba, és ezek a korlátok, ezek a természeti korlátok, ezek most visszaüvöltenek, ezek, tehát most már láthatók. Hát aki nem hitt eddig a klímaváltozásban, az menjen ki az utcára, és gyúrjon egy hógolyót nekem januárban. Hát nem láttam idén havat.
nem tudom, nálatok volt arrafele. Hát semmi. Semmi. Leesett, azt el is olvadt, Én tehát nem annyit maradt nem meg. tudtam, hogy a gyerekemnek, ugye nekem különböző korú gyerekek vannak, van még azért tínédzser, hogy na, akkor egyet hógolyozunk. Hát ide nem tudtunk Magyarországon hógolyozni. Van sílécem, nem tudtam. Na, ezt csak azért mondom, hogy ez nem kitaláció, és persze ebből lehet divatot csinálni, mint mindenből. De hát megint csak azt mondom, hogy aki akadémiai tudással és kapcsolatrendszerrel működik, és vannak klímakutatók, azoknak el kell mondaniuk a maguk szempontjait, aztán utána politikus fölkapja, nem kapja, mit csinál vele, az egy kicsit más kérdés, de én nagyon remélem, hogy ezek a nagy ügyek azért előbb-utóbb bekerülnek a közgondolkozásba is, és talán, és itt az új generációt, na most szóba hozom, ott talán lehet egy kicsit a kezdetől fogva tudatosítani bennük azt, hogy a vizet el kell zárni, hogy nem kell minden túlfűteni, hogy nem kell annyi csomagoló papír, hogy biztos vagy abban, hogy meg ezt is meg kell venni. Ezt persze most csak óvatosan mondom, mert hát látok én a metrón borzasztóan elhízott gyerekeket, tömik magukba a csokit, és a szülő már következőt készíti elő, pedig hát eleve nem kellene enni már a tömegközlekedésen is. Na, hibák is vannak, a legfejlettebb országok a legelhízottabbak, tehát ezért a fejlettséget sem kell idealizálni. Bocsáss meg, hízásban nagyon elő vagyunk, és a fejlettségünket messze meghaladó státuszt foglalunk. Túl híztuk a nálunk fejlettebb országokat, akik viszont másfajta módon híznak. Na, ebből is meg vissza görögökhöz, tehát megint van egy arányosság, és ezt az arányosságot az ember elveszti. Ez egy 3 éves, 1000 éves tudás, amit mindig elő kell szednünk, és mindig szembesítenünk kell ezekkel az alapigazságokkal a napi életünket. Egyébként annyira örülök, hogy a görögöket említed. Karácsony Sándor, aki 1922-ben írt egy kitűnő könyvet, a magyar észjárást, és történetesen ebben az időben volt az a tanügyi reform, ami létrehozta a reál és a humán gimnáziumokat. A reál gimnáziumokban megszűnt a klasszikus nyelvek, a görög, a latin tanítás, a modern nyelveket tanítottak, és azt mondta akkor ez a jó ember, Karácsony Sándor, hogy nagyon nagy baj lesz, mert a görög kultúra, tehát az ókori kultúra mindennek az alapja, és az az értelmiség, amelyik ezzel a tudással nem rendelkezik, ő nem is nevezte értelmiségnek, hanem elnevezte szofokráciának. Uh-huh. Tehát különbséget tett a reál végzettségű és a humánbe. Ennek nagyon, nagyon megisszuk a levét, mert ha még megengedsz egy mondatot, az a lényege az ókori és a görög gondolkodóknak, hogy a valós okokat keresik. Tehát ott a filozófiai gondolkodásban nem a körülmények hangsúlyozása volt a legfontosabb, hanem az, hogy az eredeti, tehát a valós okot. Na, hát idáig nagyon kellemesen beszélgettünk, most kellemetlenebb dolgokat. Csak nem a gazdaságról. De hát most én pont arról akarok, és méghozzá olyat, hogy reménykeltsünk, mert az hiányzik a legjobban, a megoldási képletek. Tételezzük fel, és én nem feltételezem, én biztos vagyok benne, független attól, hogy milyen az ellenzék, én rájuk nem nagy összegű fogadásokat nem kötnék, de ezek a rendszerek, önpusztító rendszerek, tehát előbb-utóbb önmagukat fogják fölemészteni. A következő kormány, vagy a következő politikai elit, aki mondjuk tisztán lát, nincs megfertőzve semmilyen hazafias, idézőjelbe téve tett hazafias lózunggal. Mik a legfontosabb teendők? Tehát mit kell tenni annak érdekében, hogy mondjuk arra a sínre álljon vissza a gazdasága, mint ti 90 tájékán elindítottátok, mert ez egy egészséges út volt. Hát elindítottuk, mert mindenki benne volt ebbe, te is benne voltál, és támogatásoddal, szavazatoddal, és a közvetítve a társadalomnak az igényeit az akkori döntéshozókhoz, és hogy mik a társadalom igényei, ezt is most tudjuk. Tehát amikor én az előbb, egy fél órával ezelőtt azt mondtam, hogy hát nem nagyon látom a kiutat, az nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mit kellene tenni, ebbe igazad van. Tehát persze. Sőt, említetted ezt az ellenzéket, tehát ezt a magyar politikai struktúrát, most egy fél évvel vagyunk egy választás után körülbelül, ugye, és a választás előtt lezajlott egy nagyon izgalmas fél év, ami
politikai szempontból sikertelen volt, mert hiszen az a 5-6-7 mozgalompárt, amelyiknek össze kellett fogni technikai okokból, választástechnikai szavazási okokból össze kellett fogni, miközben össze nem tartozó irányzatok vannak az egyikben, a másikban és a harmadikban. Én ebben a munkában, és ez egy érdekes tanári, pedagógiai feladat volt, ebben a munkában a közös miniszterelnök jelölt gazdasági programjának az egyik alkotója vagy szerkesztője voltam, és ez azért érdekes, mert ugye 89-ben is és 90-ben is szerkesztettem gazdasági programot, akkor az MDF-nek, ami szintén több pártból állt, hát az utóbb élete mutatja, hogy hát abban volt ilyen, meg volt nép olyan. Nemzeti, volt egy nép nemzeti, amelyik most populistának mondanánk, a keresztény demokrata, ami keresztény demokrácia, az máshol is van, aztán egy nemzeti liberális, amelyiknél a liberális szót most azért nem használunk, amikor nemzeti konzervatívat mondhatnék, mert a közben ugye ezek a szavak elromlottak. Na, mindesetre az is elég sokfajta ágazat volt, vagy irányzat volt, de amit az április 3-át megelőző fél évben kellett csinálni, az, hogy lehet összehozni ezeket a nagyon eltérő irányzatokat, és találni egy közös platformot, értéket. Ez nem megy könnyen, mert mondjuk a DK-sra meg kellett értetni, hogy a határon túli magyarság ügye az fontos, és az ha nem fogadja el, akkor nem tud ide bekerülni. A Jobbikkal el kellett fogadtatni egy csomó más dolgot, és hogyha nem érted meg, hogy miért kell mondjuk erre a közös listára 3 roma származású, hátterű képviselőjelölt, de megértették. Tehát ezt kell mondanom, hogy a dolog nem reménytelen. Szóval Magyarország nem reménytelen. Hogy a lengyel himnusz elsősorban mondja, Lengyelország nem veszett még oda. De az ukrán himnusz is valahogy így szól, hogy Ukrajna nem vész oda, amíg mi fel nem hagyjuk. Tehát ezért mondom, hogy remény mindig van, és nem is lehetetlen. Tehát ez az építkezés megtörtént, a dolog nem reménytelen, a programok is összeálltak. Most ez a program, ez kezd megvalósulni, meg kezd nem megvalósulni. Hát vannak olyan részei, amik megvalósultak. Például az, hogy ez a úgynevezett rezsicsökkentés, tehát az, hogy 2013-as akkori áron befagyasztják a áram és a gázszámlát, ha esik, ha fúj, ez közgazdaságilag abszurd. Mert hol esik, hol fúj. Tehát a gazdaság változik, és aki nem állít vitorlát, nem változik vele, az óriási bajt követel. Ennek a bajnak a következményeit most látjuk, miután a magyar kormány választási okokból nem adta föl ezt a lózungot, és ragaszkodott hozzá túl sokáig, ezért óriási költségvetési pénzeket kellett belepumpálni, hogy a mesterséges árakat fenntartsa, ahelyett, hogy azt tette volna, amit a közös program javasolt, hogy fogyasztási szinten, tehát mondjuk így jövedelmi szinttől függően lépcsőzetesen legyen mondjuk a rezsi terhek megállapítása úgy, hogy az ország egésze fizesse meg azt, amibe kerül. Mert ha az ország egésze nem fizeti meg, akkor az ország egésze megfizeti kerülő úton, másfajta módon, úgy, hogy a költségvetés el fogja szedni a kátyúzástól, az iskolától, a kutatásfejlesztéstől, a családi pótléktól. És ráadásul borzasztóan torzítja a gazdasági és torzít mindent, mert aki nem érzi, hogy az annyiba kerül, akkor hoznak neki egy szigetelési projektet, akkor azt mondja, ne haragudjon, de nekem nem térül meg. Na hát most megtérül, most sorbálnak az emberek, hogy de most, hogy drágább tőle. Lett a gáz, úgy visszaesett a fogyasztás, hát, senki nem fagyott meg, csak elkezdett értelmesen gondolkodni, igen. Hogy... Közgazdaságtan hát első óra. Ugye ezt mondja, kereslet, kínálat, árak. Hát az ár az egy jelzőrendszer. Az egy jelzőrendszer. Ha az ár lemegy, azt jelenti, hogy vegyél belőle nyugodtan, mert van, ha az ár fölmegy, vegyél belőle, de hát többe kerül, takarékoskodj vele, gondold meg, hogy kell, nem tudod helyettesíteni, valóban kellene neked. Tehát ez egy példa arra, hogy hogyan nem szabad az országot vezetni, pontosabban
Itt nem az történt szerintem, hogy a kormány gazdasági miniszterei nem tudták, hát van belőlük, vagy 5 vagy 6 gazdasági miniszter, hanem egyszerűen ez egy cinikus döntés volt. Van nekem egy szavazó rétegem, annak ezt ígértem, nem akarom az igazat mondani. A minden program alapja azért az igazság, tehát arra hazugságra programot nem lehet építeni. Azt meg lehet tenni, hogy az igazat kimondod, és azt mondod, hogy a realitásokhoz való eljutás az nagyon nehéz, adjunk magunknak felkészülési időt. Ez rendben van. Az is, hogy a realitásokhoz nem tud mindenki alkalmazkodni, ezért a rászorulókat megtámogatjuk. Ez is rendben van. De úgy tenni, mintha nem lennének realitások, na, ez a tragédia. És én itt látom félelmet, hát itt a realitás az, hogy Európában vagyunk, annak a peremén, de nem túl messze a sikeres részétől, és azt is látjuk, hogy tőlünk keletebbre félelmetes erők és borzasztó dolgok tudnak történni, és ezért nagyon fontos lenne, hogy a helyünket gazdasági értelemben, biztonságpolitikai értelemben, kulturális értelemben megtaláljuk, és itt igazat mondjuk. A programot csak igazságra lehet építeni, nem lehet PR-t, meg mindenfajta propagandát ki lehet dobolni, hogy rugalmasan elszakadtunk az ellenségtől, de ezt hiába hirdette a rugalmas elszakadást annak idején a náci propaganda, a vége, ugye tudjuk, csúfos vereség lett. A rezsitámogatását eleve, vagy rezsicsökkentés, marha sok pénzbe kerül, de azt jelenleg a költségvetés a mi pénzünkből oldja meg. Nem lenne jobb megoldás? Persze, annál csak jobb van. Ha odaadjuk ugyanazt a pénzt az állampolgároknak, és rendes áron, tehát nem csökkentjük az árat, hanem az árat, ahogy például Németországban teszik, vagy Ausztriában, ahol mindenki elég nagy összegű támogatásokat kapott, hogy a megemelkedett rezsi politikailag, társadalmilag sokkal igazságosabbnak tűnik, mint abba a státuszba tetszelegni, hogy én adok. Mert ennek ez a lényege. Hogy én adok, tőlem kapod, örülj neki, és az nem mondja el, hogy azt, amit egy kormány ad, azt be kell szednie aznap, másnap, vagy még rosszabb, ha nem szedi be, hanem átküldi a csekket a következő generációnak. Hát ugye az Orbán kormány azt mondta, hogy nem akar adósságot csinálni. Hát a múlt héten bocsátottak egy 30 éves kötvényt dollárban 7% kamatszinttel. Hát ez 30 évig 7%-kal fog ketyegni, és a gyerekeink, unokáink fogják visszafizetni. De már tegnap éjszaka kikerült egy felhatalmazás, hogy az előző hírekben említett Navracsics miniszter úr venné már fel azt a olcsó hitelt az Európai Uniótól, amelyre azt mondták tavaly, meg tavaly előtt, hogy egy fenét veszik föl. Akkor sértettem, miért nem akarnak kamatmentes, vagy nagyon előnyös kamatozású hitelt az Uniótól fölvenni, és miért mennek ki a tőkepiacra, meg kóborolnak. Ahol sokkal drágább. És akkor persze, hát most mondjuk el a választ. Azért, mert az unión belüli hitelfelvétel, az minden pénzügyi tranzakcióhoz az kell, hogy mutassa be, hogy mit csinál vele, hova rakja. Azt nem lehet ellopni. Nagyon egyszerűen. Aki meg a piacon veszi föl, aki kölcsön, hogy az nem kérdez semmit, azt kérdezi, hogy hány százalékot fizetsz? 7-et? Jó, itt a pénz. Vissza fogod adni? Vissza. Akkor csinálsz, amit akarsz. Tehát a banki vagy pénzpiaci hitelfelvételhez nem fűződnek semmilyen ellenőrzési szankciók vagy korlátok, aki a valuta alaptól veszi fel a hitet, vagy Európai Uniótól, annak pedig hát el kell mondani, hogy mire veszi fel. És hát el kell valamelyest számolni. Mert hát az európai közösség polgárainak a pénzéről van szó. Így van. Egyébként fura módon még a mi pénzünkről is, mert azért Magyarország is befizető, tehát mi adót befizettek, az áfám egy rész, nem tudom, tudod-e, amit ugye 27%, annak egy kulcs szerinti része bemegy a közös... 27, igen. Egy része bemegy a közös uniós büdzsébe, és utána szétosztják. Na persze, a németek többet fizetnek a büdzsébe, mint mondjuk a magyarok fejenként, és arányosan is, de azért, mikor uniós pénzt költ el Magyarország, tudni kell, hogy abban
többségében a nettó befizetők vannak, de azért a mi adónk is oda beszivárog. Tehát mindig a saját pénzüket költjük. Tehát kérhetik, mikor a kormánytól valamit kap az ember, azt mondja, hogy köszönöm, hogy magamat megtámogattam. Mert hogy valamilyen formában mindegyikben benne van a mi kontribúciónk. Mert hogy ez a valóság. Az előbb mondtad, hogy ezek a valuta alap meg egyébnek a hitelei milyen szigorú elszámolási feltételeke. Nem lehet, hogy azért óckodik az eurózónához való csatlakozástól Magyarország, mert az is egy másik pénzügyi rendszer, ami sokkal szigorúbb, és ott is nyomon, jobban nyomon, átláthatóbb, jobban nyomon lehet követni a pénz útját. Igen, azt hiszem, hogy alapvetően, ha megkérdezik, hogy Magyarország miért nincs benne a huszak között, ahol van ugye Szlovákia, Szlovénia, és most már Horvátország is benne van, Románia szeretne, van egy dátum a 24, de az nem fog menni, de 28-29 talán, Bulgária talán jövőre bekerül, most már egy hajszára van attól, hogy teljesítse a feltételt. Két, Magyarország esetében két ok van, ami az egyik egy nagyok, a másik meg következmény, de mind a kettő ok, mondjuk így. Egyik az, hogy a fennálló kormány nem akarja. És a másik az, hogy nem tudja. Na most, ha valaki nem akarja, az nem is tudja. Ez olyan, mint egy vizsgálat. Ez ilyen egyszerű. Hogyha le kell adni egy szakdolgozatot, azt akarni kell. Aztán utána leadja, és a bíráló azt mondja, hogy elfogadom, az a következő. Magyarország ezt a szakdolgozatot mondjuk így nem írta meg, és hozzá se kezdett. És miért nem? Valóban. Ez érdekes ügy, mert az első Orbán kormány nem egészen ilyen volt, de mikor másodszor hatalomra került Orbán Viktor 2010-ben, ott valami történt, amit én nem tudok desifrírozni, nem tudok utána menni, hogy mi történt 2008-2009-ben vele, és, de azt tudom, ugye, hogy a társadalomban megerősödött a keleti kapitalizmussal szembeni ellenérzés. Azért mondom a keleti, mert hát azért a holland meg a svájci az kicsit más. Ott a szabályok kemények, de a hozama is megvan. Tehát ott az ember azt mondja, hogy adót be kell fizetni, svéd adó az nagyon magas, de amit kapok érte, az minőségi. Itt meg ugye fizetgetjük az adónkat, és nem érezzük azt, hogy amit kapunk érte, az rendben lenne. Hát persze el is lopják egy részét. Na most visszatérve, amikor Orbán Viktor hatalomra került, akkor minden lépést, ahol választási lehetősége volt, abba az irányba tett, ami elfele vezet az európai magtól. Kifele. Tehát például, csak mondom, átírták az alkotmányt, ezt jól tudjuk, és alaptörvények nevezik, és bekerült egy mondat, ami eddig nem volt benne, az, hogy a magyar törvényes fizetési eszköz a forint. Hát ez nem volt benne az előző alkotmányban, mint az se volt benne, hogy 220 volt mondjuk a feszültség, vagy a vasúti nyomtáv az mennyi. Meg kikerült a köztársaság, sok minden kikerült, és akkor egy része, amire ilyen ideológiai, de amögött vannak, mindig vannak valami. Na de ezt azért egy közgazdász észrevette, hogy kétharmados többsége lehet megváltoztatni ezt a mondatot, bekerül egy mondat, hogy ami azt mondja ki, hogy Magyarország fizetőeszköz a forint, miközben Magyarország tagja annak az Európai Uniónak, ahol a belépésnél vállalta, ez egy jogi kötelezettség, hogy átveszi az eurót. Tehát az euró átvétele az a Magyarország, Lengyelország, Csehország számára nem opció, hanem kötelezettség. De a határideje? De na most ez az, hogy felmentésünk van. Gyenge testi alkatunkra tekintette, felmentést kapunk. Mint a torna alul felmentette, aki gyógytorna. De azért végén csak a bukfencet majd meg kell csinálni, mert addig nem kapod meg a diplomát. És ezek az országok most húzzák és halasztják, különböző okok miatt. A cseheké az speciális, ők tudnák teljesíteni, de még nem, a közvélemény nem akarja. A magyar eset az egészen más, a magyar emberek többsége akarja. Hát látja a forintot, meg már megértette a világ menetét. Hát ez az utolsó fél év, és, vagy egy év. És ez most azért nem volt reklám a magyar forint mellett, ami történt, és még ugye még történhet. Úgyhogy ezért is visszatérek arra a programra, amit említettem, a közös ellenzéki program, abban például be volt rakva az euró belépés, de megint illúziók nélkül. 5 évet mondott a program, ugye ez egy
2021 végi, 2022 elejé program, 5 év. Tehát 27-re akkor elvileg ne, meg lenne meg a feltételek. Meg lenne, mert akkor azok, azt a szakdolgozatot meg lehetne írni, azt a Book Fence sorozatot meg lehetne, vagy azért műveletet meg lehetne tanulni. Na de bocsáss meg, hát van egy európai ország, Montenegro, amelyik úgy lépett be az Eurózónába, nem léptek be, de használják ne, az Na jó, oké, de ők nem léptek be, használják, és ők nem kapnak diplomát, tehát ők, az egy speciális eset, Magyarország ezt nem teheti meg, mert benne vagyunk az Európai Unióba, és ez ránk vonatkozik. Majd a Crna Gora esetleg belép, akkor megkérdezik, hogy hogy tetszettek bevezetni. Na, az már akkor egy post factum lesz, az már a múlt lesz, az nem törődünk. Magyarország esetében ez a jövő kérdése, és azért is, mert ez a forint, ami, hát nézd, én aláírtam a forintokat, én szeretem a forintot, én még az ezüst 200-asra. Nemzeti is, Bank elnökeként ellenjegyezned kellett. Így van, tehát én elfogult vagyok, de azt mondom, hogy a nemzeti érdek az nem az, hogy egy támadható ingatag valutával küszködünk, hanem az, hogy bekerülünk abba a körbe, ahol döntenek. Mert az euró a mi valutánk lesz, és a magyar ember ott fog ülni a döntéshozói körbe. Most az euró árfolyama mindenkit érint valamilyen formában, de nincs beleszólásunk. Tehát a hallgatóknak mondom, neked nem kell, hogy nem az a hazafi, aki ekkora kokárdát visel bizonyos nevezetes napokon, hanem az, aki a nemzeti érdeket végig gondolja, nem a párt érdeket, nem a személyes érdekét, a nemzet érdekét. És hát most nem lesz időn kifejteni, higgyék el nekem, akik hisznek nekem, hogy alaposan végig van ez gondolva, a nemzeti érdek az, hogy ott kell lennünk, ahol a rólunk, a minket érintő döntéseket meghozzák most nélkülünk. És ez az euró, akkor ott kell lennünk, ez a Schengeni övezet, hogy át tudjunk menni a határon, ott kell lenni. Az Európai Unió, mint olyan, ott kell lenni, mert az összes egyéb opció az sokkal költségesebb, drágább, és tragikusabb is, mert megint visszatérve arra, az a generáció, ami a más, mint a miénk, például mozgékonyabb. Ez jó. És ez persze veszély. Hát a mozgékonyság az sok mindent jelenthet. Azt is jelenthet, hogy elmegy, és visszajön, azt is jelenthet, hogy elmegy, és nem jön vissza. Az is jelenthet, hogy marad, de tudja, hogy bármikor elmehet. Tehát itt a tűzzel játszik az, aki például elkezdi mondogatni azt, hogy micsoda ez az unió, meg hogy mit akarnak tőlünk, mit akarnak. Hát ne lopják el a pénzt, kérem szépen. Az nem akkora dolog, hogy ne ültessenek be egy államtól kiszervezett egyetem élére egy aktív minisztert. Tehát láttál aktív minisztert, ráír az arra, hogy maszekoljon, hogy félállást vállaljon másfél millió forintért. De jogilag se álljon meg a helyét. Abszurd. Hát ő maga fog dönteni arról, hogy saját magának mit ad. Ez már csak a, mondjuk a habatortán szokták mondani, de ez nem hab, hanem azért bocsánat. Szóval, na de hát az alap, hogy egy miniszter elvállal egy félállást, az állami szektorban, hát nem is értem, van annyi ráérő ideje, nincs megfizetve, hát akkor fizessék meg, bár úgy hallom, hogy most emelték meg a fizetésüket. Hát időnk letelt, és én jobb befejezést ennél az eurozónához való csatlakozás indoklásánál el se tudtam volna képzelni. Nagyon szépen köszönöm dr. Bot Péter Ákos professzor úrnak, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és ha elfogadod, akkor a közeljövőben ismét találkozunk, hiszen kimeríthetetlen a témák sokasága. Sajnos a téma az utcán hever gyakran. Köszönöm szépen önöknek is a megtisztelő figyelmet, minden jót, viszont hallásra!